Sziasztok, Beast vagyok, egy újabb Call of Duty, ami nem jelent más, mint hogy egy újabb videót töltök fel arról, hogy hogyan is szokjuk meg a multiplayer terepet, legalábbis, hogy mit érdemes csinálni azelőtt, mielőtt belevágnánk a multiplayer mezejébe, ugyanis engem szarrá csépeltek, mint ahogy azt prezentáltam is streamen keresztül, úgyhogy szeretnék tanácsokat adni nektek, mert érdemes botok ellen bejáratni előbb a játékot, higgyétek el, sokkal jobban jártok, sokkal hamarabb vesztek fel a vonalat játékon belül is. Bemutatom az új movementeket, illetve bemutatom a botok elleni játékmódot, hogy miket érdemes beállítgatni, és ott le tudjátok csekkolni, hogy milyen fegyverek vannak, milyen perkek vannak. Tényleg nagyon-nagyon-nagyon hasznos, illetve a videó végén megmutatom, hogy érdemes PC-n jobban beállítani az egérérzékenységet, ugyanis játékon belül, hát nem valami precízen lehet ezt megtenni, úgyhogy csapjunk is bele. Úgy gondolom, hogy Advanced Warfare nem csak a Call of Duty szérián belül újított most elég sokat, hanem az FPS berkein belül is, és nem azt mondom, hogy új dolgokat találtak ki, meg feltalálták a spanyol viaszt, hanem egyszerűen azokat a elemeket kivették, és olyan arányaiban használják föl multiplayer terepen, hogy egyszerűen annyira szokatlan, hogy újra kell tanulnod járni is a játékon belül, nem hogy csak célozni, és egyéb hasonló FPS elemeket sorolhatnék most fel. Például én Titanfall-ba úgy éreztem, hogy jól játszok. Nos, szerintem Titanfall hasonlít leginkább ehhez a játékhoz külsőre, ugyanis belsőleg egyszerűen annyira béna vagyok Titanfallhoz képest ebben a játékban, hogy köpni, nyelni nem tudok. Tehát tényleg újra kell tanulni játszani, és ehhez az alap az új movementek megtanulása, úgyhogy ebben szeretnék segíteni nektek. Tehát kezdjük az alapoknál, az iránygombok teljesen ugyanaz, mint ahogy az előző Call of Duty-kba, illetve még az ugrás is ugyanaz, sőt a futás is, bár most nem láthatjátok futni a karakteremet, mert olyan perkem van, amellyel futás közben is tudok lőni, de így gyaloglok, így pedig futok, tehát látjátok a különbséget. Gyaloglás, futás, gyaloglás, futás, oké. Okay. Ez megvan, ezek az alap dolgok. Most jön a csavar a játékon belül, méghozzá mondjuk kezdjük a double jump-el, vagyis a boost jump-el, ha ugrunk és levegőbe vagyunk, még egyszer megnyomjuk az ugrás gombot, és akkor boost jumpolunk. Ezt bárhol megtehetjük, tehát mondjuk fölmegyek egy magaslatra, és innen elugrok, akkor még egyet tudok még ugrani, és ezzel boostolom magam. Úgyhogy ez végtelenszer, használhatjuk, csak nyilván csak úgy tudjuk egymásba fűzni a boost jumpokat, ha leérünk valami földre, vagy talajra, bármire, ahonnan el tudunk rugaszkodni. Most jön a játék egyik legfontosabb movementje, a dash-elés. Ez nem végtelen, kettővel rendelkezünk, viszont nagyon gyorsan újra töltődnek, olyan 3 másodpercenként újra töltődik egy, vagy 2 másodpercenként, ezt nem számoltam ki, de tényleg elég gyors. Dash-elni, ha földön vagyunk, 3 irányba lehet. Jobbra, balra, és hátra. Amint az előbb hallhattátok, kifogyott a dash-elésem, akkor ilyen hangot ad ki, mint hallhatjátok. Hogyan dash-elünk? Megnyomunk egy iránygombot, és rögtön rá a futást. Ha éppen futunk előrefele, hiába nyomogatjuk a futás gombot, nem fogunk előrefele dash-elni. Viszont, ha levegőbe vagyunk, mondjuk megnyomom egyszer a space-t, és közbe futok, és közbe meg is nyomom dash-t, akkor láthatjátok, hogy erőre is tudok dash-elni. Ez fontos. Viszont akár double jump és dash-elhetünk is, így fűzhetjük össze ezeket a movementeket, láthatjátok. Az első kombatban legfontosabb használatos képességünk a melee. Ezt többször fogjuk használni, mint bármely más kódba. Egyszerűen rá kell szoknotok a millire, mert nagyon erős, viszont nem OP, mert nagyon egyszerűen ki lehet előre térni, egyszerűen csak boost jumpolsz egyet, és már ott se vagy. Boost jumpot és dash-et összekötni a legjobban szerintem a hátrafele dash-eléssel lehet, tehát mondjuk boost jumpolok egyet és hátra, nagyon jól meg lehet zavarni az ellenfelet, közben mi viszonylag célon tudunk tartani. Persze ezt még nekem is gyakorolnom kell, tehát push jump és hátra, nem jött össze, push jump és
hátra. Ah, nagyon nehéz, ezt iszonyatosan be kell gyakorolni, de szerintem így lehet legjobban megzavarni az ellenfelet. Közben elég jól célon tudunk tartani, ő meg elveszti a fonalat, hogy hol is vagyunk. Úgyhogy ezt nagyon érdemes begyakorolni. A második legfontosabb a melee után kombatban használatos képességünk és újdonság, az pedig a slamelés. Ehhez két darab jump kell és egy bugolás gomb. Ilyenkor egy területi sebzésünk lesz, viszont ha telibe eltaláljuk az ellenfelet, tegyük fel a kuka az ellenfél, és rászlemmelünk, ilyenkor meghal az ellenfél, jó esetben, előfordul, hogy nem, de nagy eséllyel meg is fog halni. Ha csak mellé szlemmelünk, mint ahogy a kuka mellé szlemmeltem, akkor megzavarjuk őt, és könnyűszerrel lelőhetjük, vagy lemillizhetjük. Úgyhogy nagyon ajánlatos a slammet használni, nem csak azért, mert lehet vele támadni, hanem ezzel tudunk nagyon gyorsan földet érni, ha esetleg gyorsan fedezék mögé akarunk menni. Bam! Látjátok? Mondjuk onnan lő az ellenfél, gyorsan bemegyek fedezék mögé. Nagyon hasznos kis képesség, nem csak sebzésre, hanem elmenekülésre is. Azután a guggolás ugyanaz, mint az előző játékokban, illetve feküdni is lehet. A másik új movement, legalábbis nem új, csak meg kell szokni, az pedig a slide-olás. Ezt úgy tudjuk elérni, hogy futunk, és közben megnyomjuk a guggolást, ilyenkor slide-olunk egyet. Nos, ez nagyon sok új movement, nagyon be kell gyakorolni, és igazából jól kell őket használni és időzíteni. Például nagyon jól lehet mondjuk úgy millizni, hogy ott látod az ellenfelet, mondjuk a sarkon jön ki, oda szépen slide-olsz és ütsz. Egyszerűen nem tud ellened mit kezdeni, és nagyon kis hatásos. Vagy például oda tudsz menni úgy, hogy mondjuk rászlemmelsz akár. De ezt már sokkal jobban ki lehet védeni, mert azért játékon belül fölfele célozni sokkal kényelmesebb és sokkal megszokottabb, mint földre célozni, ugyanis ha slide-olsz és ütsz, akkor szerintem halhatatlan vagy. Úgyhogy, még egyszer átismételve, tudunk dash-elni oldalirányba a földön, vagy hátrafele, illetve ha felugrunk, akkor előrefele is tudunk, de double jump közben is tudunk erőle dash-elni, aztán slam-elni is tudunk. De akár azt hiszem úgy is tudunk slammelni, ha itt vagyunk. Ugrok egyet. Nem, így nem tudok slammelni. Csak akkor tudok slammelni, ha dupla ugrást használom. Úgyhogy ez fontos. Erre én is most jöttem rá. Oké. Tehát ezek az új movementek. Feküdni, guggolni, illetve... Ennyi a guggolás, nagyon fura. Illetve slide-olni tudunk. Ezeket a mozgási elemeket érdemes először botok ellen begyakorolni, hogy a kezünkbe legyen, hogy milyen gombot kell mikor megnyomni. Tényleg nagyon érdemes, ugyanis ha először megyünk multiplayer terepre, hirtelen nem tudjuk, hogy mi a helyzet, merre nézzünk, sokszor halunk, elmegy az élet, vagy a játékkedvünk, illetve ki is kap a csapatunk, statokon is rontunk, úgyhogy tényleg tök jó botok ellen játszani, megszokjuk, hogy hány lövés kell az ellenfélbe, kipróbálhatjuk az összes fegyvert, az összes perket, az összes képességet, és ezeket a movementeket kombatba is megtanuljuk használni, aztán majd multiplayer terepen nyilván tovább fejlődünk, de tényleg tök jó botok ellen az egérérzékenységet is bekalibrálni, úgyhogy nagyon-nagyon ajánlom ezt a játékmódot, és most sokkal inkább, mint az előző kodokban, mert itt nagyon-nagyon sok mindent kell megtanulni. Most pedig megmutatom, hogy lehet pontosan beállítani az egérérzékenységet PC-n, ugyanis játékon belül ez lehetetlen. Bementek a Steam mappába, Steam Apps, Common, Advanced Warfare, Players 2, és itt van a config mp file. Ezt megnyitjátok Notepad-del, Ctrl-F kereső, Sensitv, és kidobja, itt láthatjátok, hogy 3,2 az én beállításom, de beállíthattok 5-öt, 5,342-et, bármennyi számot be lehet ide írni, és így lehet pontosan beállítani az egérérzékenységet. Úgyhogy ennyi lett volna ez a videó, remélem nagyon hasznosnak ítéltétek, és ha igen, akkor kérnék egy lájkot, légy cí, úgyhogy sziasztok, következő, mehet tovább.